Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit az Új Forrás Polgári Kör nevében. Hát professzor úr, nem is tudom hányadik, 12. éve, 13. éve jár hozzánk minden évben. Szeretjük őt meghallgatni, hogy gyógyítsa a szívünket, a lelkünket, és persze az egészségünket is. Néhány gondolatot a párom, a társam fog mondani. Minden egyes rendezvényünk majdnem mindig, ha szedtünk is, vagy kértünk is hozzájárulást, általában valamilyen jótékony célra történt. Vagy egy beteg gyermek, vagy a moldvai csángó magyar oktatás, vagy egy moldvai csángó magyar gyerek, tehát vagy a vargyasi templom, ugye, tehát mindig valami a közösség számára, számunkra, és úgy gondoljuk, hogy a számára értékes dologért történt. Ez így lesz a mai este folyamán is. Én nem szeretném lelőni a részét, de akik előttünk itt voltak a előző rendezvényen, tudják, hogy közelünkbe is a Szegen él egy anyuka, aki nagy gondban van. És mivel közeledik az anyák napja, és én is édesanya vagyok, és ha jó Isten megadja, hamarosan nagymama is. Tehát azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy milyen az anyai szív, és akkor kérem, hogy ha meghallgatták Mariant, hogy segítsenek neki. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, én is mindenkinek szeretettel köszöntöm Önöket. Igyekszek gyors lenni, de nem hadarni azért, rövid legyek. Először is mindenképpen köszönetet kell nyilvánítanom elsősorban Önöknek, hogy itt vannak. Másodszorban, és ezt még nem tettem talán sose, a könyvtár összes dolgozójának, a Fóti Zsuzsának és csapatának, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy ez alkalommal is lehetőleg senkinek ne kelljen azt mondani, hogy nincs értelme eljönni, mert egyszerűen nem fér be. Tehát sokkal több férőhelyet sikerült így kialakítani, és így remélem most már mindenkinek lesz ülőhely is. Ezen kívül szeretnék még köszönetet mondani professzor úrnak is, mert mi már majdnem természetesnek vesszük, hogy minden évben most már szerintem 16. alkalommal eljön hozzánk, holott ez egyáltalán nem olyan természetes, mert annyi sok meghívása van, tudjuk jól, hogy mi igazán nagy megtiszteltetésnek vesszük, és nagyon szépen köszönjük, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat, és reméljük jövőre újra ugyanitt. Nagyon picit még az Egyesületről muszáj, mert akik az előző előadáson itt voltak, azoknak már elmondtam, de részben kevesebben voltunk, részben pedig nem volt tévéfelvétel, és ezért most ezt meg szeretném ismételni. Akkor Kovács József természetgyógyásznak az előadásán történt az meg először, amit most megismétlek. Itt a zárójelben nyitok egy fél mondatot, hogy a Kovács József természetgyógyásznak a előadásáról nem készült tévéfelvétel. Ezért én, mivel minden ilyent szívesen támogatok, megemlítem, hogy 9 könyve van neki, és nagyon-nagyon érdemes ezek közül olvasni, nem biztos, hogy ismerik. Az első alapmű, ezt ha megjegyik, a szervezet tisztítása lépésről lépésre. Ha könyvesboltban nem találják, akkor szívesen tudok elérhetőséget adni. A másik lényeges dolog, hogy egyesületünknek nagy nehezen végre, tavaly év második felébe sikerült a cégbíróságnál elérni, hogy a cégjegyzékből töröljék. Ez azt jelenti, hogy tavaly ősz óta, vagy nyár óta, nem tudom pontosan, nincsen bankszámla számunk, nincsen könyvelőnk, nincsen bankszámlánk, nem fogadjuk az 1%-ot, tehát semmilyen hivatalos pénzügyi mozgást nem végzünk. Ennek az okáról nem akarok most beszélni, mert hosszú. Lényeg az, hogy annak ellenére mi minden alkalommal, ahogy a nejem is említette, valamilyen általában jótékony, nem szeretem ugyanezt a szót, segíteni szeretünk volna, ahol lehet, embereken, akár árvízkárusok, teljesen mindegy volt. És mindig úgy tettük, egy alkalmat kivéve az elsőt, ott is egy beteg gyermeken próbáltunk külföldi gyógykezeléssel segíteni, akkor egy alapítványnak adtunk pénzt arra a célra. Azóta se tudom, hogy mi van azzal a gyerekkel, mert nem lett közvetlen kapcsolatunk vele. Viszont azóta mindig úgy tesszük, hogy személyes kapcsolatunk is legyen azzal a
akár iskola, teljesen mindegy, egy egyszeméllyel, akire szánjuk azt a támogatást. És ez tulajdonképpen teljesen más dimenzióba helyezi az egészet, mert itt olyan kapcsolatok és olyan barátságok születnek ezek alkalmával, amik egy életre szólnak. Tehát nem lehet összehasonlítani azzal, hogy egy telefont fölveszek, és ha ötször veszem fel, akkor ötször 250 forintot adok a telefonzásoságnak, biztos, de talán másnak is, de hogy mikor, mennyit, ezt nem tudom. Na most itt tettük ezt ezelőtt 10 évvel körülbelül már egy isfeszegi kisfiúnak is gyűjtöttek, egy alapítvány, és akkor én azt mondtam, hogy én nem szívesen adok alapítványon keresztül, de ha megmondják, hogy ki az a támogatott gyermek, akkor én kikérem, hogy elmegyek hozzá, és megnézem őket. Így is történt, megadták a címét, mert hozzájárult Marian, az édesanyja, aki itt van most körünkben, és előző alkalommal is itt volt, és megígértük, hogy még egyszer megismételjük ezt a dolgot, amit akkor először próbáltunk. Akkor még inzulinpumpára gyűjtöttünk a Dávid nevű fiának, és azóta is a kapcsolatot tartjuk, mert én személyesen megismertem az ő körülményeit, és hogy hol él, és hogyan, és milyen problémái vannak, és azóta sajnos a problémák nem csökkentek, de mindjárt ő el fogja mondani, röviden bemutatkozik, és azért, hogy így most gyakorlatilag azt csináltuk, hogy elhoztuk önöknek a támogatást, tehát személyes kapcsolatot alakíthatnak ki, illetve egy telefonszám van a zászlónk fölött, az az ő telefonszáma, ha bárki a későbbiekben szeretne, azt mondta, hogy nyugodtan tegyük ki. Úgyhogy nagyon szépen kérném Mariant, hogy jöjjön ki, és mondja el, amit gondol röviden, és akkor azt kérnénk, hogy amit nekünk szánnának, régebben úgy kértük, hogy a est költségeire, amit mi általában támogatásra szántunk, ezt mi a Mariannak szánnánk. Most nem mind gyűjtjük, és mostantól sosem, hogyha gyűjtés lesz, hanem mindig az a személy, akit éppen ide tudunk hozni. Reméljük valamelyik évben, közeljövőben, ezt azért mondom el, hogy szavamon legyen fogva az ember, a keresztlányunkat szeretnénk egyszer elhozni lábnyékból, aki közben már édesanyja lett. Köszönöm, hogy meghallgattak. Marian, itt. Jó estét kívánok! Hát elsőnek is köszönöm szépen a Tamásnak, hogy itt lehetek, és a feleségének. Már több éve tartjuk a kapcsolatot, 6 éve. Van egy 20 éves fiam, lesz már most júniusban. Hát 14 éve cukorbeteg. Sajnos sűrűn kapott infúziót is már mostanában, mivel most a napokban kiderült, hogy mandularákja van neki. Egy hét alatt 11 kilót fogyott le a fiam, és folyamatban van még, egyedül vagyok, van még egy kisfiam. Sajnos nagyon nehéz az anyagi helyzetük, mivel van egy családi házunk, ma is inkább úgy mondanám, hogy sorház, ami ilyen osztatlan közös tulajdonmód is most már osztott lett. És mivel felemelkedett a svájci frank, ezt mindenki nagyon jól tudja, eladtuk az államnak a házunkat, és az állami a házunk, és albéletben lakunk benne. Marian annyit kért tőlem, amikor beszélgettünk, de nekem is nehéz meghatottság nélkül megszólalnom, hogy ő nem tudja elmondani. Mi tudjuk, hogy küzd, mindent megtesz, nem vár el senkitől semmit, az önök szívére és lelkére van bízva, ott fog ülni hátul, és aki tud, segítsen neki. Köszönjük. És akkor professzor úr, most már végleg átadjuk a szót. Mindenképpen köszönettel kell kezdenem, ahogy szoktam, elsősorban a Teremtő Úristennek köszönöm, hogy még mindig eljöhettem önök közé. Köszönöm a Teremtőnek, hogy nagyon sok ismerős arcot látok, őszhajúakat, velem korúakat, nálam idősebbeket is. És köszönöm a Raj családnak, hogy évről évre nem csak megszervezik, hanem jelentős családi áldozatot hoznak azért, hogy ez a találkozás létrejöjjön. Áldozat nélkül nem lehet semmit elérni. Tulajdonképpen az a miénk, az marad a miénk, amit adunk.
mesztelenül jöttünk a világra, mesztelenül fogunk távozni, és odafönt a Teremtő Úristen csak azt kéri számon, hogy mit adtunk. A Teremtő mindannyiunkat ide a földi valóságba meghatározott céllal és feladattal küld. Nincs önök között egyetlen egy hölgy vagy úr, aki maga határozta el, hogy hova születik, mikor születik, milyen családba születik, milyen vallási közösségbe születik, fehér lesz, fekete, barna, sárga. Minket a Teremtő ide küldött Kárpát-medencébe, fehér a bőrünk, kiki a maga családjába, keresztény, zsidó, vagy éppen Isten tagadó, az is egy hit. Minden esetre mindenki, aki itt, ezen a földi planétán megjelenik, egyszeri, soha nem volt, soha nem lesz csoda. Ezért minden ember szép, mert nincs még egy, aki ugyanolyan lenne. Mindannyiunkat a Teremtő egyéni képességekkel állt meg. 7,5 milliárd ember van a Földön ebben a pillanatban, és nincs két egyforma ember, nincs két egyforma képességű ember. A Teremtő előtt vagyunk egyformán fontosak. Ő talentumot ad, az evangélium szavait idézve emlékezzenek, a 10 talentumot kapott, az 5 és az 1 talentumot kapott, aki megduplázza, megtriplázza, a jó Istenek tetszően teszi dolgát. Az, aki elássa és nem gyarapítja, attól elveszi a Teremtő. A talentumunk nem csak a lehetőség, hanem mind az a szellemi képesség, amivel megállt bennünket. A mai tudásunk szerint 300 milliárd sejtből épül föl az emberi test. A 300 milliárd sejtből 200 milliárd itt van a csontos koponyánkba zárva, ez az agyunk. Tessék végig gondolni, hogy az összesre maradt 100 milliárd, az agyunk pedig 200 milliárd agysejtet tartalmaz. Ezért nagyon szépen kérem, se fiatal, se középkorú, se öreg olyat nem mondjon, hogy nem lehet. Mindent lehet. A mi agyunk kapacitása csak töredékesen van kihasználva. Egyesek szerint 2-3%, mások szerint maximum 10% az, amit mi felhasználunk. Számos olyan betegen van, aki agyvérzés következtében a fél, szó szerint a fél agyát elvesztette, de hitt, akart és áldozatot hozott és megtanult mindent. Mert mindenki az agyával dönti el azt is, hogy az ujjamat fölemelem, hogy balra lépek, jobbra lépek, minden az agyban az én döntésem alapján indul el. A Teremtő 2 dolgot tartott meg magának, a születést, ahogy mondtam, és hogyha istenfélők vagyunk, a halál pillanatát. Az emberek ezt is megpróbálják a kezükbe venni, és eutanáziának nevezik azt a halált, amikor orvosi segédlettel bizonyos emberek bizonyos országokban véget vetnek az életüknek. Hadd mondjam el, ez az eutanázia, a jó halál, csak egyetlen egy jó halál van. A természetes Isten által elrendelt halál. Mert nem tudhatjuk, hogy utolsó napjainkban, utolsó percünkben milyen feladatot kapunk, hiszen lehet, hogy sorsdöntő az, amit mondunk. Régi világban a haldoklót a család körbevette, és amint
a haldokló elbúcsúzott, mindenkinek jó tanácsot, áldást adott. Ma már félünk a haláltól. Nem csak a haláltól, a haldoklótól is megpróbáljuk kórházba tenni. És hadd mondjam, az eutanáziát kérők kivétel nélkül azért kérik a halált, mert nincs rájuk szükség. Nem a fájdalom miatt. Bármilyen fájdalmas betegségbe szenvednek, az Úr gondoskodott arról, hogy ilyen helyzetben úgynevezett endorfinok, saját testünk megtermeli a fájdalomcsillapítót a testi fájdalmakra, de a lelki fájdalmakra az az édesanya, aki több gyereket fölnevelt, és nem nyitják rá az ajtót, az a nagymama, nagypapa, aki azért élne, hogy az unokákat nevelje, de nem is láthatja, mibe kapaszkodhat. De föl kell tenni a kérdést, hogy ki rontotta el? Nem mi neveltük gyerekeinket? Nem mi tettük olyanná, hogy a pénz a mammon Isten lett mindennek a központja? Ahogy körbenézek, meg kell külön köszönnem a Teremtőnek, hogy fiatalok és középkorúak is vannak. Mert hiszen mi, idősek, legfőjebb a lehetőségeket tudjuk picit javítani, de a nemzet sorsa, a világ sorsa az ő kezükbe van. Hinni kell, hogy meg tudják változtatni ezt a romlott világot. Óriási változások előtt állunk. Tudják, a középkorban egyetemnek csak azt az intézményt nevezték, ahol filozófiát, asztrológiát és teológiát is tanítottak. Ha Isten ismeretet nem tanítottak, azt nem nevezték egyetemnek. Sőt, ha asztrológiát nem tanítottak, azt még főiskolának sem nevezték. Most megkérdezném a jelenlévőket, hogy hány egyetemet végzett van közöttünk. Hiányzik, aki teológiát, bizony néhányan vannak, én nagyon-nagyon sokat tanultam az életemben, de rendkívül ostoba voltam. Mert nekem azt tanították a tanáraim, hogy a világ megismerhető, mert ő anyagi világba gondolkodtak. Megismerhető a világ? Ugyan már. De én azt hittem, hogy az 5-600 milliárd sejtet magába foglaló szív és keringés számomra elérhető a megtanulása. Bejártam a világot. Tanultam, tanítottam. Loptam az időt családomtól, barátaimtól, majd végül magamtól. Többen tudják, vagy hallották tőlem, hogy életem utóbbi 30 évében 2 óránál többet nem aludtam. Nem kell megijedni, bárki képes erre. Én onnét vettem az ötletet, hogy olvastam, hogy Leonardo da Vinci, és az elmúlt század nagy szélhámos a Picasso naponta 1 órát aludt. Picasso például reggel 8-tól 9-ig. A fiataloknak mondom, mert még előttük az élet, hogy megtanulható és teljes pihenést ad az agynak a 1,5-2 óra, ha megtanulnak delta fázisba aludni. Az alvási fázis 2 részre bontható, vegyünk 8 órás alvást, ez periódusos, tehát 1/2 óra álomfázis, 15-20 perc mély alvási delta fázis. Ha az álomfázist kiiktatják, és csak delta fázisban, mély alvási fázisban alszanak, akkor az durván 1,5-2 óra. Amikor idős emberek jönnek hozzám, és arról panaszkodnak, hogy jaj, professzor úr, nem tudok aludni. Mondom, és mennyit alszik? Hát, jó, hogyha 3 órát alszom.
kedves idős őszhajók, nekünk már nagyon kevés időnk van alvásra pazarolni ezt a földi létet. Tudják, hogy mennyi mindent lehet tenni alvás helyett, tanulni, tájékozódni. Tudván azt, hogy csak töredékét ismerjük meg a világnak. Én oly ostoba voltam, hogy azt hittem, hogy minden titkot megfejthetek. Ezért követtem el azt a bűnt, ami csak az utolsó elszámolásnál odafont, fönt fog kiderülni, hogy a jó Isten elfogadja tőlem a magyarázatot. Két kezem által 49 beteg életét vesztettem el. Igazgató professzor voltam több mint 22 évig, és minden az én döntésem alapján történt. Én jelöltem ki, hogy ki, kit operál, mikor operál, lehet-e operálni. És több mint 300 ember halála szárad a lelkemen. Igen ám, de az ember, ha magvas gondolatotokat akar röviden elmondani, akkor a fantasztikus magyar filozófusokhoz fordul. Kik a magyar filozófusok? A legnagyobb költőink. Ady Endre, József Attila, Arany János. Ők két mondatban meg tudják azt fogalmazni, amit két órában nem tudok elmondani. Ady szavaival. Hogy is szól ez a gyönyörű mondata? Ó, Uram, ne úgy ítélj meg engem, mint az emberek cselekedeteim szerint, hanem úgy, mint az Isten szívem belső szándéka szerint. Az eutanáziát igenlők mindig arra hivatkoznak, hogy hiszen te is fájdalomcsillapítót adsz a betegnek, megjegyzem, az orvoslás legfőbb törvénye a beteg fájdalomcsillapítása. Igen, és ha többet kap, belehalhat. De a kérdés az, hogy miért adom, hogy segítsek, vagy megöljem. Tehát a szándék dönti el. Ki tudja ezt, hogy milyen szándékkal adom? Egyedül a Teremtő. Hazudni hazudhatok, de ő neki nem. Itt a sok őszhajú ember ifjú korában nagyszerű terveket ápolgatott, és egy részét biztos, hogy megvalósította. De felhívom a figyelmet, még nem késő, hogy minden nap, amikor megébrednek, akkor köszönjék meg a Teremtőnek, hogy megébredtek. Kinéznek, sétágra süt a nap, köszönjük meg, hogy az éltető napsugara ránk szórja a sugarát. Köszönjük meg azt, hogy még tudunk menni. Ja, emlékeznek, amikor hegymenetnek fölfelé futottak, megköszönték a Teremtőnek, hogy ilyen nagyszerű lehetőséget adott. Most, amikor a 10. lépés után már fölfelé fulladunk, a szívünk sem úgy veri már az ütemet, amikor a látásunk valamikor nem kellett szemüveg, már akinek nem kellett. Hallásunk milyen finom volt, és megköszöntük a Teremtőnek ezt a sok kegyelmet. Mikor jön rá az ember, hogy milyen kegyelem volt ez, amikor elveszti? Hányan házastársak civakodva, veszekedve élik mindennapjaikat, és aki elmegy, annak a könnyebb. Mert aki itt marad, hányszor mondja, ja Istenem, ha még egyszer itt lenne mellettem, dehogy bántanám. Ja Istenem, mondjuk minden nap végén, amikor be tudjuk fejezni a napot, akkor egy kérdést kell föltenni. Megtettem-e mindent, ami tőlem elvárható, az Istentől kapott lehetőségeket és talentumokat, mire használtam? Mi végre vagyunk a világra? Miért jött
jöttünk ide, hogy szolgáljunk családunkat, városunkat, falunkat, nemzetünket, és végül is az emberiséget. Szolgálatra küldött a Teremtő ide bennünket. Szolgálatra. De időnként már nehéz. Emlékszem, amikor első alkalmakkal Gödöllőre jöttem, van, aki szinte minden alkalommal itt volt. Nehéz szívvel jöttem akkor, szó szerint. Nehéz szívvel és nehéz testtel. Én önöknek a mai napon olyan tanácsokat adok, ami a testtel, a szellemmel és a lélekkel kapcsolatos, amivel biztosan nem ártok, de előre mondom, nagyon nagy áldozatot kell ahhoz hozni, hogy a megbillent egészség, a megöregedett, megkopott ízület, a botladozó szív javuljon. Önök közül bizonyára többen ismerik ezt a zseniális zsenit, Várnai zsenit. Várnai zseninek van egy vers, amit elhoztam önöknek ma estére. Ennek a címe Szolgálj szívem. Csak kitartás, biztatom magam. Még futni kell, még minden messze van. Szolgálj szívem, még egy kicsit nekem. Jaj, meg ne állj az úton hirtelen, sok a dolgunk még, s nem mutathatom, hogy a harcot már nem bírom nagyon. És este, ha ágybaroskodok, érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok. Kicsit nehéz volt, jó tudom szívem. Elkoptunk, de ne sejtse senki sem. Higgyék csak azt, az óra jól ketyeg. Nem irgalmaznak ám az emberek. Csak hajtsd a vért, arcom piros legyen. Frissen induljak minden reggelen. Csak én tudom, ha ágybaroskodok. Estére már milyen fáradt vagyok. Szemem árkos, és ajkam szögletén a két vonás már mély lett és kemény. Sokat sírtam, eső után a föld ilyen barázdált, csapszott, elgyötört. De ha mosolygok, mintha a nap kigyúl, arcom hegyvölgye lágyan kisimul, csak este, ha ágybaroskodok, érzem megint, nagyon fáradt vagyok. Csak kitartás. Kip-kop. Pontosan. Holnap sikerül megint biztosan, s én félúton szívem, jaj, meg ne állj. Kip-kop. Tovább is híven kalapálj. A hegynek föl kicsit nehéz az út. Szív kell hozzá, de aki oda jut, a csillagok közt csillagként ragyog. Csak este. Este olyan fáradt vagyok. Sose pihentem, nem volt rá jogom. Most megállok, s felfohászkodom, ó Istenem, kicsit még el ne hagyj, szegény szívem, te meg szaladj, szaladj. Csak kis kitartás, meg egy erős iram, fussunk dalolva bátran és vigan, de este már a dal is csak dadog. Altassatok el engem, csillagok. A szívünk, a fogantatásunk harmadik hetétől elkezd dobogni. Életünk utolsó percéig kell, hogy a vért hajtsa. Egy év alatt hazamennek, kockás füzeten kiszámíthatják. 50 milliószor húzódik össze a szív,
egy év alatt 70-80 évesek számolják ki, hányszor kellett a szívnek összehúzódni. Ha elfáradunk, izmaink megpihennek, ha a gyomrunkat, bél működésünket terheljük, mert sokat és nehezet fogyasztunk, vagy sokat iszunk, akkor diétázunk. Ha az agyunk elfárad, elalszunk. És a szívünk mikor pihen? Két ütés között. Ne feledjék el. Két ütés között. Minél gyorsabban megy a szív, minél magasabb a vérnyomás, annál nagyobb a teher. Az Amerikai Egyesült Államok tudományos körei kimutatták, hogy a betegségek, a fő betegségek, magas vérnyomás, agyvérzés, szívinfarktus, daganatos megbetegedés, még az immunbetegségekben is, tudják-e, hogy a dohányzás hányadik helyen áll? 9. helyen van. A 9. Mi van az első helyen? A stressz, a feszültség, az izgalom. Melyik fajtája? A családi. Mert a családban minden nap, ha konfliktus van, minden nap előjönnek a problémák. Első helyen van a családi stressz. A második helyen, hol vagyunk legtöbbet? Munkahelyünkön. Munkahelyi stressz. És miért járom Kárpát-medencét? Mert kimutatták, hogy a harmadik helyen a nemzet stressze. Amikor bekapcsolják a televíziót, és az egyik párt szidja a másikat, egyik ember a másikat, ócsárolják, becsületébe gázolnak. A keresztény a zsidót, a zsidó a keresztényt, a cigány a magyar a cigányt, a nő a férfit, a fiatal az idős a fiatalt bántja. Ez a distressz. Önök közül bizonyára többen hallották, sőt olvasták Selye János, a stressz elmélet atya, pápája, aki elmondta, hogy nem a stresszel van baj, a distresszel. Mi a distressz? Amikor a stressz, a feszültség nem oldódik meg. Nagyon egyszerű példát mondok, a természetben a feszültségek megoldódnak. Mi emberek, mint minden élő lény, vagy üldözők vagyunk, vagy üldözöttek vagyunk. Ez a két lehetőség van. Vagy én üldözök valakit, vagy engem üldöznek. Van-e vadász ember önök között? Nem kell szégyelni. Nem fogom bántani nagyon. Mert tőlük tudom, hogy egészséges nyulat élve a róka soha nem tud elkapni. Tessék csak figyelni, a természetben, amikor az üldözött és az üldöző találkozik. Nem kezd elrohanni a nyúl, vagy a róka, amikor meglátja a nyulat. Mit csinálnak? Állnak és néznek. Ugyanúgy, mint az olimpiai startkőnél az úszók vagy a futók, mert fölkészülnek, hogy robbanásszerűen tudjanak indulni. Megy fel a pulzusok, megy fel a vérnyomás. Egy 100 méteres olimpikonnak a nyugalmi pulzusa 40, amikor elindul, akkor 120. Fölpörgeti, hogy legyen indulási sebesség. Ezért mondják, hogy vadállat szemébe ne nézzenek. Ugye? Ez jó tanács, se medve, se farka, se kutya szemkontaktus ne teremtsenek. Mert ő érzi. Hát csak úgy megjegyzem, az embernek 5 millió szaglósejtje van, és a kutyának 25 millió. Nem véletlenül szimatok sokkal jobban érzik a szagokat. De a róka meg a nyúl, a stressz, amikor fölmegy a vérnyomás, fölmegy a pulzus, akkor valamelyik elkezdi. Elkezdődik az üldözés.
fut a nyúl, fut utána a róka. Két megoldás van. Az egyik, a róka elkapja a nyulat, majd mindjárt elmondom, hogyan. De ugye a nyúlnak egy életre megoldódik a stressz. Kész. Persze, nagyon fontos, a halállal megoldódik a stressz. A rókának is megoldódik, mert futott és táplálékhoz jutott. A vadászok azt mondják, hogy a nyúl egyszerűen a rókának elfoghatatlan, de a stressz miatt, ahogy rohan, és még mindig rohan, a nagy izgalom és a fizikai terhelés miatt megszakad a szíve, földobja magát, holtta leérkezik, és a róka holt nyulat kap el. Nem élőt. Mi van a másik helyzetben? Nyuszi nem dobja föl magát, nem adja föl, fut, a róka elfárad, a nyúl életbe marad, kihajtotta magát, rettentő boldog, mert él. A róka mit csinál? Kihajtotta magát, nem boldog, de ott majd fog egy kis szöcskét, vagy akármit, majd valamit eszik. Őnek is megoldódott a stressz. És önök leülnek a televízió elé, és vagy az egyik az üldözött, vagy az üldöző szerepére, gondolván annak próbálnak a nyomába eredni és együtt érezni. Mikor van ez? Este 8, 10, 12, amikor önöknek aludni kellene, pihenni, szembecsukva, mert ez a világ, a civilizáció legnagyobb bűne, hogy minden, ami a kényelmünket szolgálja, az az egészségünk ellen van. A csapok és pálcikák a szemfenéken csak akkor tudnak pihenni, ha nem bombázzák fénnyel őket. Tessék kimenni az éjszakába és fölnézni az égre. A csillagok fénye megnyugtatja is. Tessék gyertyát használni otthon, amikor az öreg anya, öreg apa mesél az unokának gyertyafénynél. Amikor beszélgetnek gyertyafénynél. Az uraknak mondom, ahhoz, hogy annak a bornak a színét meg lehessen jól ítélni, ahhoz gyertyafény kell. Abba csillog igazán. Meg kell nyugodni. A feszültséget le kell vezetni. A civilizáció tiltja azt, hogy a feszültséget fizikailag vezessük le. Tanároknak, tanítóknak tiltja a gyerek megpofozását, bántalmazását. Én hadd mondjam el önöknek, hogyha engem édesanyám naponta háromszor nem vert volna el, a tanáraim rendszeresen nem vertek volna, akkor valószínű, hogy a csillagbörtönből küldeném az üzeneteket. De amikor hazamentem ebédelni, és olyan furcsán fogtam a kanalat, meg a villát, akkor édesanyám megkérdezte, mi van kisfiam, mi történt a kezeddel? Meg kellett mondani, körmöst kaptam. Édesanyám nem kérdezte meg, hogy miért, fogta a főzőkanalat és elvert, hogy szegény tanárnak gondot okoztam. Ha meg a popsimra tehetett látni, hogy nehezen ültem le, az nem édesanyám dolga volt, mert az már nagy bűn volt, amikor a padra kellett feküdni és nádpálcával vagy kardlappal kapott az ember a fenekére. Az édesapám feladata volt, mert este úgy elrakta a hátsó felemet, hogy mind a két oldal egyformán fájt. Soha nem kérdezték meg, hogy miért kaptam, és a tanárnak igaza volt-e vagy sem. Tetszik tudni? Hát miért van a tanár? Nem azért, hogy tanítson, nem azért, hogy ja, meg neveljen. Szeretném megkérdezni, hogy önök itt, akinek kis kertje van, megmetszi-e tavasszal a fákat? Megmetszi a szőlőt?
Ha nem metszi le a vadhajtást, elvadul a szőlő. Elvadul a gyümölcsfa. Igen, ez egy álságos világ. Megütni nem szabad, de lelki terror alatt az állam, jó, elrakták a popsimat, fájt, édesanyám is elfelejtette, én is. Ja, de amikor gyötrik a gyereket meg egymást, az visszük magunkkal. Melyik a gyengébb nem? A nő vagy a férfi? Bátran mondják a férfiak, és a férfi objektíve közelítjük meg. A világ minden részén a nők 8-10 évvel hosszabb időt élnek, mint a férfiak. Ha eljönnek Budapestre, és ezek az utcaemberek, a glosárok, a hontalanok, vagy akik kint élnek az utcán, tessék megnézni, 100-ból 95-96 férfi, az a 3-4 szerelmes a hontalanba, és azért követi a kedvesét. Nagyon kevesen vannak nők, akik utcára kerülnek. Ennek van-e biológiai magyarázata? Látok néhány ifjú szülőt. Ugye Budapesten mostanság az a mondás járja, utcán tologatja a kisbabát az édesanyja, és oda mennek hozzá, és kérdezik, hogy jaj, de szép ez a gyerek. Tessék mondani, fiú vagy lány, mire az anya sértődötten hagyja ezt a gyereket, ráér majd később eldönteni. Ma már nem fiú meg lány, hanem majd eldönti. Nem. Az Úristen döntötte el genetikailag, mert a nő 2X nemi kromoszómával rendelkezik. Férfi emberek, amikor a kocsmába mennek, az X asztal, arra rá lehet könyökölni, igaz? Az stabil. 2X, az X lábú asztal. És ha az egyik lábát lefűrészedik, akkor rá lehet arra könyökölni. Na hát a férfinak ugye Y-ja van, magyarul egy lábú, az egyik X elvesztette az egyik lábát, szegény férfiak ezért esendőbbek. Tudják-e, hogy az agyféltekéink, a domináns agyféltek a jobbkezesnél a bal agyfélteke, a balkezesnél a jobb agyfélteke, keresztezett pályák vannak, a domináns agyfélteke felelős azért, hogy e világra születésünk után az érzékszerveink, látásunk, hallásunk, tapintásunk, ízlelésünk, az érzékszerveink segítségével megtanuljuk ezt a világot, ezt a fizikai világot, és ez a domináns agyféltekéhez kötött, és mi a tanulás? Amit megismertünk, azt ismételni kell, be kell sütni a kicsit bonyolult a tudatba való rögzítés, de az a lényeg, hogy minél többet ismételünk. Emlékeznek rá, amikor az egyszer egyet tanultuk, egyszer egy, az egy, kétszer egy, az kettő, énekeltük folyamatosan. Nem is kell odafigyelni, pláne ha énekeljük. Beleloptuk az agyunkba. Ma, amikor állok a pénztárnál, és próbál kétjegyű számot összeszorozni valaki, még papíron se tudja összeadni. Hát aki az egyszer egyet nem tudta harmadikos korában, az bukott diák volt már harmadikban. Hát nem, hát meg kellett tanulni. De a domináns agyféltekébe rögzítjük. És a férfi emberek, ugye ők a racionális elmék, de hadd áruljalak egy titkot. Hallottak bizonyára az intelligencia vizsgálatról. Intelligencia hányados, idegen szóval IQ, intelligencia kvóciens, a világról szerzett ismeretek előhívása. Átlagosan
100 az intelligencia hányados, ez az átlagember. Aki alatta van, az kicsit butácska, aki 50 alatt van, az nagyon butácska, hanem aki 150 fölött van, az már okos. Hát akinek 200, az nagyon okos. 250, az már hihetetlen, de ilyen is van. 250-es IQ-val rendelkező emberek. Tudják, mi a döbbenetes? Megvizsgálták, hogy az ilyen rendkívül magas intelligenciával rendelkező, IQ-val rendelkező emberek mire mentek az életükbe a való világba. Eredmény? Eredmény? Semmire nem mentek. Semmire. Hanem ekkor elkezdték vizsgálni a másik agyféltekénk, a nem domináns, ez is majd mondom, hogy én azt szeretném, hogy a domináns meg a nem domináns egyformán működjön. Mert ez az érzelmi agyfélteke, és a nőknél, a művészeknél, mindegy, hogy milyen művész, képzőművész, zeneművész, költő, író, az érzelmi agyfélteke a fejlett. Vagy fejlettebb. És ma már a racionális IQ mellett az érzelmi IQ-t vizsgálják, és döbbenetes, hogy átlagos racionális IQ-val, magas érzelmi intelligenciával rendelkezők a vezetők, meg a nők. Ezért van egy vágyam. Asszonyok elküldik a fiaikat háborúba? Van olyan anya, aki mondja, hogy menjél édesfiam, bezzeg a férfi, büszke a fiára. A hazáért meg kell halni. Igen, a hazáért meg kell halni, ha bennünket támadnak. Honne védelmet kell biztosítani. Tudják, hogy a 48-49-es szabadságharc miért robbant ki? Két dolog miatt. Idegen földre vitték a fiainkat katonának, és magas volt az adóteher. Hova viszik fiainkat? Már lányainkat is? Idegen földre. Egy pici különbség van. Akkor besorozták, nem volt pardon. A mostaniak pedig pénzért szolgálnak, tehát zsoldosok magyarul. Kicsit olyan, mintha a mérnök elmegy külföldre, a katona, ja, meg lehet halni, bizony, a katona meghalhat a háborúba. De minden édesanya tudja, hogy nincs annyi pénzért, nincs annyi pénz, amennyiért egy ember életet meg lehet fizetni. Ezért az anyai szeretet ebben az esetben a meghatározó. Édesanyák, ne engedjék a gyerekeiket idegenföldre háborúzni. Adóteher. Nemzet sorsa. Két lehetőség van, és mindjárt a szívre fogunk rögtön átkapcsolni. Annyi a miénk, amiért megdolgoztunk. Ha nem dolgozunk, nincs, amiből osztani lehet. Bármilyen vezető, mindegy, hogy király, köztársaság, miniszterelnök, kettőt tehet. Abból ad, ami van. De ha többet követelnek, akkor kölcsönt vesz föl, eladósítja az országát. Ha meg nem ad, akkor meg lázadás lesz. Na válasszon, én három alkalommal voltam igazgató professzor. Abszolút alkalmatlan voltam erre a pozícióra, mert én soha senkit nem büntettem meg, nem rúgtam ki, mert a vezetőnek jutalmazni és büntetni kell. De én nem voltam a mai világban, mert a régi világban a magyar vezetők nem ilyen vezetők voltak. Eleink, Árpád, apánk, a
az ő előtte lévő vezetőknél mi volt a jelszó? Mi volt a jelszó a magyaroknál? Utánam! És az Európai Unió tagországait előre. 907 gyermek Lajos az Európai Egyesített Hadtesttel háromszor, négyszeres túlerővel a kicsi Magyarországra támadt. De már 906-ban dekrétumot adtak ki. Az Európai Uniós dekrétum mi volt? Ungrosz eliminandos esse. A magyarokat el kell pusztítani. Nem akartak semmit a véletlenre bízni. Háromszoros, négyszeres túlerő. Árpád apánk, emlékezzenek, hát nem olyan régen jött vissza, hogy megsegítse azt a maroknyi magyart, aki itt volt, nem 896-ban, a politikusok találták ki a 896-ot. Miért? Azért, mert nem készültek el az ezer éves, a millenniumi emlékművek, és azt meg hát, akkor legyen, ne 895-ben legyen a hazatérés, hanem 896-ba. Politikai okokból a történelmet nagyon könnyen átföstik. A történelem, ne feledjék, mindig az aktuális hatalmat szolgálja. Ezért a történelem egy rossz szajha. Szó szerint. Az a baj, hogy kideríteni utólag szinte lehetetlen. Mi az, ami az igaz történelmet őrzi, hordozza? És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy öreg anyák és öreg apák meséljenek az unokáknak. Meséink, dalaink, regéink, a nép nyelve, azt nem lehetett befolyásolni. Ugye Kodály Zoltán, Partók Béla, vagy Vikár Béla, vagy Erdélyi Zsuzsa néni, aki mostanában halt meg, leírják mindegyik, hogy egy faluba, a szomszéd házba picit másként szólt a szöveg. És ez a jó, mert amit egyszer leírnak, az dogmává válik. Nem mernek hozzányúlni. Ilyen a mi atyánk szövege is. Elgondolkodtak, hogy van az, hogy imádkozzuk a mi atyánkot, az egyetlen, ami az Úr szájából hangzott el, arámi nyelven, Krisztus Urunk szájából is. Mi fohászkodunk, hogy az Isten és ne vigy minket kísértésbe. Álljon meg a menetet, nem a sátán visz kísértésbe. Menjenek el Csángóföldre. Csángóföldön soha nem imádkozták így a mi atyánkot, mert ez a modern korba változott meg régiségben, amit a csángók megőriztek, hogy imádkozzák ezt a részt a csángók. Légy velünk a kísértésbe. Hát nem akkor van a legnagyobb szükség, amikor a sátán támad? Teológus, professzor, Bél Mátyás, 1918-ban, ő evangélikus teológus professzor volt, és teológiai szaklapban, latin nyelven jelentette meg azt a cikket 1718-ban, amelyben róvás írásból betű azonosan visszafordította a mi atyánkot. Hogy szól a róvás írással írott mi atyánk? Ne hagyj minket kísértésbe jutnunk. És hallották a hírt. Engem az Úr egy katolikus családba küldött. Katolikusnak kereszteltek. Elfogadtam, mert teljesen mindegy, hogy milyen valláshoz tartozom. Egy az Isten, egy az életünk. Tehát mindenki a saját megvallott vallásán belül vallja meg az Isten hitét. De van nekünk most egy vezető papunk, a jelenlegi bíboros őszentsége, a
aki rossz néven vette, hogy én ilyenekről beszélek, azt hagyjam, hogy könyvtárba, meg kultúrházba, de még a templomokban is ilyeneket mondtam. Júj! Tetszik tudni, hogy mindig lekésünk mi magyarok a fontos dolgokról. A francia püspöki kar 2014-ben pápa őszentségéhez fordult, hogy a teológiailag elfogadhatatlan ostobaságot javítsák ki, mert csak a pápa elrendelésével lehet a mi atyánk szövegét megváltoztatni. Ja, mindennek ára van, a rendenek is ára van. Csak akkor, ha a legfőbb főnök mondja. És ha minden igaz, akkor vagy ebben az évben, vagy a jövő évben, mert támogatta a francia püspöki kar, a portugál és a spanyol, egy rossz görög fordításról van szó. Az ógörögnek egy finom értelmezési hibája, de hát nekünk magyaroknak igazán tudni kellene, hogy nem hogy a szavak, hanem egy vessző áthelyezése, hogy változtatja meg az egész mondat értelmét. Emlékeznek legalább ennyit a Bánkbánból, hogy a királynőt megölni nem kell, vessző, félnetek, jó lesz. Vessőt, arra teszem, a királynőt megölni nem kell, félnetek. Vessző, jó lesz. Csak egy vessőt helyeztem át. De ezért adott nekünk a jó Isten gondolkodó agyat, ha a Teremtő bennünket szeret, már pedig szeret, akkor bennünket megóva Sántántól, és nem ő visz kísértésbe. Nem olyan régen nagy hét volt, nagy péntek, az a fantasztikus utolsó néhány mondat, ami elhangzik Krisztus Urunk szájából, azt is önök is így mondják nagy pénteken, éli, éli, láma, szabaktáni, vagy sabaktáni, arámi nyelven van, de önök hogy imádkozzák? Én Istenem, hogy van? Nem, ne hagyja, miért hagytál engem? Én Istenem, miért hagytál el engem? Mondja Krisztus! Nekem azt tanította a lelki tanítóm, csodálatos Gál kanonok úr, hogy Isten engem soha nem hagy el. Váljunk. A földre küldött fiát meg elhagyja. Elgondolkodtak ezen? Miért hagytál el engem? Mert egy szó. Az elhagyás mit jelent? Ha azt mondják, hogy ez a csúnya asszony elhagyta a családját, az mit jelent? Elhagyta a gyerekeit. A magyar nyelv azt tudja, elhagyta, ott hagyta a szegény férje urát. Ez a szó, egyetlen egy szó. Miért hagytál el engem? Miért hagytál magamra? Miért hagytál magamra? Mi itt a lényeg? A Teremtő megmondhatta volna Krisztusnak, hogy szállj le a keresztül, még van 30 évet, tanítsd a népet, mert nagyon-nagyon van rá idő. Mi hányszor kérjük, nincs anyánk, nincs apánk is, Istenem segíts, mondd meg, hogy mit tegyek. Azért kaptunk szabad akaratot, hogy mi döntsünk. Minden ilyen döntés a magunkra maradás. Én hoztam a döntést, nem Isten súgott. Nem lehet az apámra, az anyámra fogni a döntésemet, mert annak következménye van. Krisztus hatalmába volt, hogy leszállt volna a keresztről, így eltakarít mindenkit. De el kellett dönteni. Uram, miért hagytál magamra? Miért nem segítesz, hogy mit tegyek? Leszálljak? Vagy hagyjam magamat feláldozni? Krisztus döntötte el. Krisztus döntötte el, hogy föláldozza magát érettünk. A szeretet parancsot a szinkretisták, a három hasonlóan író, Máté, Lukács, Márk, hogy adta tovább nekünk a krisztusi szeretet parancsot?
Szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Nagyon fontos parancs, mert a magunk szeretete is Krisztusi parancs, ezért nincs öngyilkosság, nem lehet. Hát a legfőbb Krisztusi parancsot sérte meg, szeretni kell magam, meg egyébként is majd az Isten eldönti, mikor menjek. János evangélista, hogy adta tovább nekünk ezt a szeretetet parancsot? Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Hogy szeretett Krisztus, és ez a lényeg, föláldozta magát érettünk. Az áldozatos szeretet. Sokan mondják, az anyai szeretet, az egész életét a családnak áldozza. Miért élnek 10 évvel rövidebb időt a fiúk? Azért mondom, hogy itt vannak. Akarnak annyit élni, mint az asszonyok? Annyi áldozatot kell hozni a gyerekhez, amikor beteg maguk keljenek föl. Osszák meg. Ők visszakapják azt, amit áldozatot belefektettek a családba. Szív. Mikor pihen a szív? 2 ütés között. Hagyják azt a szerencsétlen szívet megnyugodni. Minden, ha házastársak összevesznek, vagy bárhol munkahelyen veszekszenek, 1 percet szenteljenek rám. Most már van otthon vérnyomásmérő, amikor már úgy ott fönt van már, ugye, mert kinek van igaza, a hang is fönt van, a vérnyomásmérő mutatja, hogy 110-es a pulzus, 180-as a vérnyomás, menjenek be a fürdőszobába, nézzenek a tükörbe, piros az arcuk, mindjárt agyvérzést kap. Pedig egyetlen egy dolgot kellene tenni. Szeretni. Szeretni, mert aki szeret, az elviseli a másikat hibájával együtt. Nem azért szeretem a feleségemet, mert szép volt. Nem azért, mert fiatal volt. Miért szeretem? Azért, mert hihetetlen áldozatot hozott az elmúlt 50 évben érettem. A családért. Soha el nem hagyhatom. Egyesek alig várják ezt. Minap hallottam, a franciák között sokan vannak, hogy csak jöjjön az iszlám, mert akkor lehet 4 felesége. Jó ember, nem elég neked 1. Elbírsz vele. 4. De azt az egyet meg kéne becsülni. Meg kéne pihenni. Megkérdezem a 10-20-30 éve házasságban lévők. Ölébe fogadta kedves feleségének fejét, simogatta ami 20 év házasság után, és a macskát, meg a kutyát, azt lehet simogatni? Ja, mert az dorombol. Próbálják meg, hát ha a feleség is elkezd dorombolni. Nem vicc. Érintkezni. Az érintés a legatavisztikusabb, legősibb. Nézzék meg az állatvilágban is. Ugye ott tetvésznek, ott van, szedik ki a tetveket a kis majomnak a szőréből. Simogatja. Addig még anya a gyerekeket ápolgatja, öreg anyák, nem nagymama, grossmutter, meg grossfather, öreg anya, mert az öreg anya anyai minőségben szereti a gyermeket. Neveli, tanítja, oktatja az anya a leányokat, az öreg anya, az öreg apa, meg a fiúkat. Ha? Meg kell tanulni. A falusi gyereknek nem volt gond, hogy a bika meghágja a tehenet. 3 éves korában látta meg a csődör a kancát. Nem 11 éves korban pornófilmeken látják azt a borzalmat, amit levetítenek. Elveszik a savát borsát a szexualitásnak is. Az nem megy, ez nem... Az evésnek is, az ivásnak is, tudják,
egyetlen egy dolgot mondok. Magyar szokás, hogy levessel kezdjük a főételt. Kínaiaknál tudják, hogy azzal fejezik be. Aztán kétfajta ember van, étkezés közben a marha meg a disznó. Ugye a marha a végén iszik, a disznó lefetyel közbe. Ez egy nagyszerű magyar szokás volt, de a lényeg elment. Tudnélik, ha levest fogyasztanak, és rögtön utána a főfogást, akkor meghígították a gyomorsavat, és ezért nem tudnak rendesen emészteni. Mert régiségbe jött az aperitív, a kis unikum pálinka, bizony, negyed óra, 20 perc múlva jött a leves, elfogyasztották a levest, beszélgettek 20-30 percig, és a főétel 40 perc után jött, addig kiürült. Pontosabban a leves megindította az emésztőnedveket, a folyadék kiürült, ott volt a sav, és mehetett bele a hihetetlen mennyiséget tudtak megenni eleink. Nem hiszik el. Tessék utána nézni, ami, mert ezt nem szokták még, hogy mennyit eszik. De az étekfogásokat, elsorolni sem tudok egy étekfogást, de mikor volt ez, hogy volt ez? Ha reggel elkezdték, este befejezték. Nem egy óra alatt tették ám meg. Bizony, azt, ha az aradi vértanúk, ugye, arról panaszkodnak, hogy a börtönben milyen szegény ellátásuk volt, mert mindösszesen 2 sült kappant, meg egy kenyeret kaptak. Próbáljanak megenni 2 sült kappant, meg egy kenyeret. Ja, meg hát a pintbor persze az hozzájárt. Tehát mindennek választott ideje van, és ha valamit szeretünk őseink szerint csinálni, akkor az ördög az apró részletekbe rejlik. Az ünnepi ebéd, drágáim, ezek a McDonald's bemegy, és menet közben eszik. Tetszik tudni, hogy teljesen mindegy, hogy állati vagy növényi eredetű, hogy én éljek, az a növény, az az állat, az életét adta azért, hogy én egyek. Eleink mindig úgy ettek, hogy áldozati köszönetet mondtak, mert föláldozta az állat, a kukorica, a sárgarépa, a létét azért, hogy én éljek. Ugye a hús nem fogyasztók arra hivatkoznak, hogy őt állatot nem ölnek, és a növény miért? Minden élő lény élni akar. És ez a legfontosabb az egészségünk megőrzésében. Adva van az ember. Már megtanulták, 300 milliárd sejtből épül fel. A kültakaró az első védelmi vonal a külvilág minden támadásával. Biológiai, vegyi, fizikai, a bőrünk. Ez körülbelül átlagosan 2 négyzetméter, másfél, 2,5 négyzetméter. Első védelmi vonal. Ha ezen átjutnak, hogy jutnak át azok, akik egyébként élni akarnak? A vírusok, a baktériumok, a gombák, a protozonok, hogy jutnak az emberbe? Hát vagy a légzőszervünkön keresztül, vagy a gyomorbéltraktuson keresztül, nem? Vagy belélegezzük, vagy megesszük. Milyen csoda! Képzeljék el, a második védelmi vonal, ha a léghólyagot kiterítenénk, így, akkor az egy futballpálya lenne, 160-200 négyzetméter. Ha a béle bolyhokat kiterítenénk, mennyi lenne? 160-200 négyzetméter. Tudják-e, hogy az immunitásunkért 60% körül a gyomor-béltraktus felelős? Persze, mert a tüdő kisebb, mondják. Nem, mert kevesebb szemét jut be a levegőn keresztül. De mit nem tudnak kegyetek? Mi az utolsó védvonal? Mi az utolsó védvonal? Az ér és a szívek belhártyája.
az meg 400 négyzetméter. Ha valami átjut ezen a bőrön, a nyálkahártyán, utolsó gát az érpája. Aztán rögtön, milyen szerepe van a koleszterinnek? Megkérdezhetem, ugye székely módra, jó? Nem kell föltenni, ez csak úgy finoman bólincsanak. Hogy kik szednek koleszterin csökkentő tablettát? Azt látom, aki így integet, de vannak, akik igen, így is jár a fej, és mi nem bolgárok vagyunk, mert önnálunk ugye ez az igen, és ez a nem. Tehát aki így bólogat, koleszterin csökkentő gyógyszert, tehát statinokat, előső. Ez a világ hamis. Ismernek olyan asszonyt, aki ötször ment férhez? Én ismerek. Ötször változtatta meg a nevét. A lánykori neve nem változott. Ezért nem a vastagbetűs gyógyszernevet kell nézni, mert az a asszonynév, a gyár adta neki, az új férj. A lánykori név alatta van apró betűkkel, és ami statinra, tehát a koleszterin, lipid csökkentő gyógyszerek, megállok. József Attilát idézem, az igazat mond, ne csak a valódit. Az igazat mondom. 2012. augusztusában a világ leghíresebb lapja, ami ezzel foglalkozik, az arteriosklerózissal és a koleszterin anyagcserével, a világ 26 intézetének összefogásában be volt 6 amerikai, de van koreai, japán, német, olasz. 6673 beteget vizsgált meg ez a 26 kutatóintézet klinika. Még egyszer. 6673 beteget. 2410 kaptak koleszterin csökkentőt. A 4000 valamennyi nem kapott. Olyan vizsgáló eljárásokkal vizsgáltak, hogy az jelenlévő orvosok sem tudnák megfejteni. Akkor azt mondtam, hogy többek között IVUS-szal. Mi az IVUS? Az IVUS, először is ezek a hülye angolok, az itt I-nak mondják, ugye? Tehát úgy kezdődik, hogy I, IVUS. Intra, vazál, tehát éren belüli, U, S, ultrasound, ultrahangvizsgálat. Képzeljék el, hogy a másfél milliméteres katéter, ez két milliméteres a szemüvegem szára, másfél milliméteres katéter végébe. Ott van egy ultrahang készülék, és ahogy megy előre a katéter az érbe, úgy, mintha önök a Vidám Parkba mennének a titkos halaguton, lehet látni a koszorúér belső felszínét. Azok a vizsgáló eljárások, MRI, CT, mágneses rezonancia imaging, kompjúter tomográfia, a pozitív emissziós tomográfiával kombinálva szinte szöveti szinten ad felvilágosítást. Mondom az eredményt. A koleszterin szedők csoportjába, a koleszterin foltok nagysága növekedett, vastagsága növekedett, kalcium tartalma növekedett, és 50%-kal megnőtt az akut szívinfarktus valószínűsége. Várjanak, mielőtt a patikába elmennek. A Diabetes Care 2012 véletlen, ez is novemberben jelent meg, cukorbetegséggel foglalkozik. A koleszterin csökkentőknek, ha nem volt cukorbetegségük, az majd kialakítja. Tehát
egyértelműen fogalmazok. Az az orvos, aki önöknek koleszterin csökkentőt ír fel, két lehetőség van, vagy nem tudja a tudomány jelenlegi állása szerinti állásfoglalást, magyarul nem képzi magát, ez a jobbik eset, vagy tudja és mégis fölírja. Mert ez gyilkolt. Tetszik tudni? Aki fölírja a koleszterin csökkentő gyógyszert, az nem orvos, hanem gyilkos. Tessék elolvasni a tájékoztatót, ott van, hogy meg lehet belehalni. Hozzám jött olyan asszony, aki beárta 3 év alatt Magyarország összes klinikáját. Mindenhol volt fájdalomklinika, belgyógyászat, immunológia, ortopédia, reumatológia. Kibírhatatlan fájdalmai voltak, izom fájdalmai. 2 nap alatt gyógyítottam meg. Elvettem a koleszterin csökkentő gyógyszert. A koleszterin, egy pillanat, az önök agya száraz anyag tartalmában 10% koleszterin. Minden sejthez szükséges a koleszterinváz. Minden zsírban oldódó vitamin a hormonok lányoknál, a fiúknál szteránvázra épül. Tetszik tudni? Mi a gond? Körülbelül 1,5 milliárd fehér ember van a Földön, és mit állapítanak meg a doktorok, hogy a fehér faj nem csak az Alzheimer és a Parkinson kór miatt butul, hanem ettől függetlenül ilyen meredeken felemelkedett az időskori elbutulás. Oka? Koleszterin csökkentők szedése. Tehát akkor mondom, aki cukorbetegséget akar kapni, infarktust akar kapni, el akar butulni, szedje ezt a méregdrága gyógyszert. Mi a gond, drágáim? Nem vehető meg a patikába az egészség. Nem lehet tablettával elintézni a koleszterint. Az önök szervezete kétharmad részt önök termelik meg a koleszterint. Az egyharmad részt be kell vinni. Ha nem viszik be, akkor a szervezetnek kell. És minél többet termel, annál több rosszat termel. Tehát mit kell enni? Szalonnát, tojást, kóbászt, csokoládét. Ja, a mennyiség a baj. Ha nem mozogják le, jön a zsír. Tehát a koleszterin csökkentésnek egyetlen hatásos szere van, a napi gyaloglás. Nem kell sokat gyalogolni, 80 évesek, csak 2 órát, de az folyamatosan. Jött hozzám, de professzor, én nekem a csípőröm meg a térgyem, hát alig tudok elindulni vele. És kérdezem, és ha elindult, akkor már megy? Hát akkor már könnyebb, mondom, akkor ne hagyja abba. 2 órát kell gyalogolni, tessék az unokákat megkérni, hogy a számítógépen, a Google-ben klikkeljen rá a leptin nevű kulcsszóra. Leptin, meglepetés, leptin, leptin. Csak a lábszár izomzatba termelődik, hiába húzózkodik, meg mellső fekvőtámaszt nem termel. Gyalogolni. Mindenkinek van lába. Az El Camino 900 kilométeres szakaszát 2 mankóval is végigmennek nyomorékok, és olimpiai bajnokok föladják. Áldozat. Erős lélek. A gyenge a test, erős a lélek. Ha gyenge a test, erős a szellem, mert tudom, hogy nekem ezt meg kell tenni. A másik feladat. Unokák, klikkeljenek rá a hunzik, hunzák szóra. Nepál déli lejtőjén él egy népcsoport, akik átlagosan 105-110 évig élnek. Ismeretlen náluk az arteriosklerózis, a szívinfarktus, az agyvérzés, a daganatos megbetegedések. 1920 óta járnak a nyakukra, hogy mi a hosszú élet titka. Két dolgot az, hogy megjegyeznek. Az egyik, hogy gleccservizet isznak. Mi a gleccservíznek a lényege? Magasról jön a víz, és nagyon sok ásványi anyagot tartalmaz. Tetszik tudni, hogy
miért kell hálát adni, hogy magyarnak születtek. Nem csak az anyanyelvért, nem csak a klímáért. Olyan ásványvíz készletünk van, hogy ebből csak az ásványvizekből a világ leggazdagabb országa lehetnénk. Ha nem adnánk el, persze. Filérekért, a lelkünket is. Hunzik. Mi a másik csodaszer, meg tudják csinálni. Onnél származik a kajszibarack. A kajszibarack ott 5 hónapig különböző érési idejű, 5 hónapig eszik a nyers kajszibarackot, és ahány húst megesznek, annyi kajszibarack magot. Napon aszalják a másik 7 hónapban, amikor nincs friss gyümölcs, nem Argentinából hozzák be. Nem a cseresznyét Chiléből, hanem aszalják. Napon aszalt. És ahány hús, annyi mag. A magban, hát idősebbek emlékeznek, az én öreganyám, édes kisfiam, ne egyél annyi kajszibarack magot, mert megfájdul a hasad, mert cián van benne. Cianit, gyökcsapda. De a harmadik dolog a legfontosabb, és ezt úgy szeretik elhallgatni. Tetszik tudni, hogy őket nem ért el a civilizáció. A vízért el kell menni a patakra, a tóra. Ha enni akar, össze kell gyűjteni a bogyót, el kell fogni az állatot. Ha fűteni akar, össze kell szedni a fát. Nincs bunkofon, nem főzi meg az unokáknak az agyát a bunkofon, mert nincs. Lehet, de nem tudja használni, mert nincs adásvétel. Nincs televízió. Nem tud éjfél utánig nézni izgalmas, bolond, gyilkoló filmeket. Nem viszi föl a vérnyomását, pulzusát. Mit csinál? Napi 12 órát gyalogolnak. Tehát ez a vége. Nem lehet tablettával megvenni az egészséget. Az egészségért ugyanúgy áldozatot kell hozni, mint a hazáért, a családért. El kell dönteni, hogy élni, vagy, mert lehet enni. Hát az evés már, a mikorunkban már nem olyan sok maradt az evésen kívül, hát finom ízek vannak. De le kell gyalogolni. Mindig üres gyomorral gyalogolunk. Mert az emésztéshez vér kell. Nem szabad teri gyomorral. Teri gyomorral, karosszék, úgyis el, még az agyától is elveszi a táplálkozás után a vért, a gyomorbért, ha elálmosodunk. Pihenni kell. Másfél órát. Aztán vacsora előtt, üres gyomorral menni, és az alvás is rendbe fog jönni. Hogy jövőre is itt leszek, ígérem önöknek, következő évben a sóról fogunk beszélni, de annyit, hogy mennyi nátriumkloridot kell fogyasztani. Szabad sózni az ételt? Kell. Kedveseim, az amerikai tudósok felfedezték azt, amit önök a magyar népmesékben már régóta tudnak. Tudják, mit fedeztek fel, hogy az örömhormon termeléshez is nátriumkloridra van szükség. De hát mi tudjuk, hát elmegy az asszony letyepetjére, hazajön és kérdezi a férje, hogy na, mi volt a vendégség? És mondja, hogy hát a Marcsi az jókedvű volt, a vicces, a jó. De ott volt, én nem ismerem ezt, egy olyan sótlan. Sótlan. A magyar nyelv őrzi ezt. Mi a gond? Mert féligasság van ám ebbe a sózásba. Nem nátriumkloriddal sóznak, hanem nátriumbenzoáttal. A benzoát aromás vegyület méreg. Nátriumkloridot. Ma már elektrolízissel 99,5% tisztaságos sót állítanak elő, csak egy pici baj van ezzel. Ez jó az ételbe, de fém íze van. Tehát a paradicsomra, a paprikára milyen sót kell szórni? Parajdit. Parajdit, mert a finom elemek, azok adják az ízt, azt a különleges, nem vásik el a foga. Sózni mennyit kell?
amennyit kívánunk. A jó Isten azért adta az ízérzést. Fogunk beszélni a folyadékfogyasztásról. Mennyi folyadékot kell naponta fogyasztani? Mennyit? Tetszik hallani? 3 liter, 2,5 liter. Egy kérdésem van. Kinek? 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 A kaszás embernek, annak hatot is. Nehogy 3 liter folyadékot elfogyasztanak, amikor otthon ülnek a tévé előtt télen, nem izzadnak. Hát megöli önöket, vízmérgezést kapnak, szó szerint. Mennyit kell inni? A épeszű ember, tehát a csecsemő, mivel ő még nem tudatos, idős ember, aki agyvérzést kapott, és nem tud magáról gondoskodni, annak oda kell adni a folyadékot, de akinek magánál van, mennyit kell inni, amennyit kíván. Ha 1 litert, akkor 1 litert. Ha egész nap izzad, arat, ugye van önök között paraszt gyerek. Én arattam. Nem én kaszáltam. Hát, attól függ. 5 éves korban kötelet kellett készíteni, kötelet vetni, utána meg segíteni markot szedni, meg összekötni, meg kévéket összehordani. A parasztember mindig ümökbe dolgozik. Kalappal. Miért? Azért, mert a mesztelen testről elpárolog az izzadság, és hőgutát kapnak. Az ing megnedvesedik, olyan, mint a priznic, hűti a testet. Parasztember este felakasztott a szögre az aratói inget, másnap reggel mit csinált? Kirázta a sót. Fehér volt. Tetszik érteni? Ahhoz, hogy a sót kiizzadjuk, ahhoz dolgozni kell. Jönnek hozzám, hogy professzor, nekem az a baj, hogy én nagyon izzadok, örüljön neki a legfőbb méregtelenítés, amikor hallom, hogy ez egy olyan spré, hogy 24-48 óráig nem izzad. Nehogy használják. Hát a mérget nem engedi eltávolítani. Gondolkodjanak. Ha nem tud izzadni, bent marad a méreg. Mennyit kell sózni, amennyit kívánunk? Mennyit kell inni, amennyit kívánunk? Ja, de ha édesítjük, kívánatos a kóla. Abból nem azért iszik, mert szomjas, mert jó az íze. Gyerekeinket rászoktatjuk erre a mocsokra. Tudni kell, hogy a kólába, tessék megpróbálni, bárki megpróbálhatja. A gyereknek a tejfogát tegyék bele a kólába. 3 hét alatt föloldódik. 3 hét alatt. Búcsúzom. Ugye van egy magyar közmondás, de tekintettel arra, hogy önök gödöllőiek, és megmérett, mert egy tisztességes előadó 1 órás előadást tart. Van egy régi magyar mondás, aki 1 óránál tovább beszél, az egyéb aljasságokra is képes. Én egy kicsit aljas voltam önököz, de muszáj egy dolgot tisztázni a végén, ezzel búcsúzom, nem áldással, hanem tudják-e, mi a szabadság? Amit ma érünk, az nem szabadság, a szabadosság. A szabadság szent dolog, a szabadság olyan szent, hogy azzal visszaélni nem szabad. Szabadok vagyunk-e? Kérdezem. Heltai Jenő válaszol erre, jó? A Szabadság című versével búcsúzom. Régi magyar szokás szerint nem tapsolnak, ugye ez a kérés. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűrölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letakadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít,
nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek volt és volt-e őse, nem bámul görnyedőn a kutyabőrre, s embernek nézi azt is, aki bőre. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz, van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig, mindenütt. Többször cirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen ajkatra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint isteneinek szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus nincs tele, gazdag, hatalmas, mert birincstelen. Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csinál, amit akarsz, és mindazt, amit más robotolt, magad javára letarolt. Mert szabadabb akarsz lenni másnál, a szabadság nem perzsavásár. Nem a te árud. Millió kincse az, mert a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskelyhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyáva, rab vagy. Ezért fontos az, ami itt ma az előadás előtt elhangzott. Nagyon nehéz mit mondani, mit kell tenni. Mindenki maga dönti el. Magukra maradnak, nincs tanács. Se professzortól, se előadótól. Teremtőse súg. Itt bent, amit a szívük diktál, azt tegyék. Isten óvja önöket, Isten áldja önöket. A szokásos... Hönig Antal úrnak köszönjük. Köszönöm szépen. És azt szeretném... Igen. Ott az asztalon van, és Hönig Antal úr az érdeklődőknek ingyen a rendelkezésére bocsátja. Tehát ő, ez az est felajánlása. Professzor úr, Isten áldjon meg, és őrizzen meg, és segítsen, hogy továbbra is
tudj bennünket gyógyítani lélekben és testben. Én nagyon hálás vagyok, én jobb ember lettem általad, és kicsikét bölcsebb is. Igen, hát közvetítő, szükség van azért néha egy kis segítségre itt is. Természetesen a professzor úr könyvei úgy, ahogyan szoktuk, megvásárolhatók, és természetesen, amíg bírja, dedikálja is őket, tehát ide lehet majd hozzájönni. És a Marian pedig ott ül a könyvárusítás mellett, aki úgy gondolja, hallgasson a szívére és segítsen. És ugye nem múlhat el úgy rendezvényünk, hogy a moldvai csángó köszöntéssel ne búcsúznék. Feljött a nap szép fényesen, Münköt is üt igényesen, Feles jött, Eles haladott, nekünk örömet hozott. Isten áldja meg kenteket, a szívüket s a lelküket. Mindenkinek szép estét, jó pihenést, és a jó Isten segítségét és áldását kívánom. Isten áldja önöket. Köszönöm.